A kormány korábban meghirdette a közigazgatási bürokrácia csökkentésről szóló konzultációját, amelynek eredményeként számos közigazgatási díjat és illetéket eltöröltek. Ma már például nem kell fizetni a személyi okmányokért, ha azokat valaki elvesztette. Most az állami bürokrácia csökkentésről tettek fel kérdéseket az ügyfeleknek azért, hogy a válaszok alapján a megfelelő intézkedéseket megtegyék. A megyei polgárok a kormány megbízott tájékoztatása szerint élen jártak a válaszadásban. A megyénkben összesen állampolgár, illetve vállalkozás 10.320 kérdőívet töltött ki. Ebből a leginkább előforduló tipikus ügykörök azok a következők voltak. Az ingatlan nyilvántartással kapcsolatban mintegy 4.500 jelzés érkezett hozzánk, a terlepős rendezéssel kapcsolatos kártalanítási eljárással kapcsolatban 1.600, a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatban mintegy 5.000 javaslat érkezett, illetve az anyakönyvi kivonat kiállítása tárgyában 3.500. Ezek azok a tipikus ügykörök, amelyben az állampolgárok, vállalkozások véleményt nyilvánítottak. Egy júniusban meghozott kormányhatározat előírta a központi államigazgatási szervek, illetve háttérintézményeik átszervezését. Erről is beszélt tájékoztatóján Kozma Péter. Ennek részeként számos központi szerv megszűnik jogutódlással vagy jogutódlás nélkül. Például a NÉBIH, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal például jogutódlással a Földművelési Minisztérium része lesz, illetve annak másodfokú hatósági ügyintézése a kormányhivatalban fog történni. Vagy ilyen a Nemzeti Közlekedési Hatóság, amely szintúgy jogutódlással a Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium része lesz. A másodfokú hatósági eljárás itt is a kormányhivatalhoz kerül. Ebből következik, hogy az első fok nagyon sok ügy esetében az a járási hivatal lesz. Itt a járási hivatalok hatásköre, amely eddig első fokon a kormányhivatal főosztályain voltak, azok lekerülnek ugye az első fokra a járáshoz, és a maga a főosztály lesz, a kormányhivatal főosztálya a másodfok. Viszont lesznek olyan ügykörök, olyan hatáskörök, amelyek általános érvénnyel, általános illetékességben a megyejogú város járási hivatala lesz az első fok. A gazdákat érintő legfontosabb változás, hogy a tervek szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal hatásköre három részre tagozódik. A kifizetéseket az államkincstár végzi majd, a szakmai irányítás továbbra is megmarad a Földművelésügyi Minisztériumnál, míg a hatósági ellenőrzés és a határozatok meghozatala a kormányhivatalnál történik. A törvényjavaslat vitája hamarosan elkezdődik a parlamentben, a szervezetek várhatóan január 1-től alakulnak át.